kedves vendégeinket a 12. Halasi Zsilló Nyári Fesztiválon. Kedves művésznő, mindig nagy örömünkre szolgál, amikor itt vagy közöttünk és elfogadod a meghívásunkat, és mindig szebbnél szebb, újabbnál újabb, gyönyörű alkotásokkal örvendeztetsz meg bennünket. És aki a kiállítást megnyitja, ő dr. Róna Tamás rabbi, át is adnám neki a szót. Én köszönöm, hogy befogadtok. Ruhim Habaim, áldott a te jöttöd. Áldott valamennyi ötök jötte, hogy itt vagytok, és együtt ünnepelhetünk. Együtt ünnepelhetjük a művészetet, a szabadságot, a te lelkednek a virágait, amit megosztasz velünk. Azt a szépséget, azt a szín sokadalmat, azt a szín finomságot, amelyek a te képedből sugároznak, az életszeretet, a formák és a szimbólumok egyedülálló használata, amely macska anyu és az élet szeretetétől elválaszthatatlan, és ahogy mi szeretve tisztelünk téged. A macskák mellett, akik az életünk részei, és az otthonnak, az otthon melegének, a kemencének egy meghatározó momentuma, látjuk a virágokat, amely a teremtett világ az örökkévaló akaratából a szépségnek egy koncentrált megjelenése ezen a földön. Látjuk a lovakat, amelyek a szabadságnak, az erőnek, a szépségnek a formája. Látjuk a napot, ami mindig fel kell, amikor itt vagy közöttünk, és sosem nyugszik le. Bár te hoztál két képet, amely a világ körforgását hivatott bemutatni, amely egyben a nap lenyugszik, jobb oldalt hátul, és érdemes megtekinteni és megcsodálni a színeket és a formákat, és egyben, ahogy hasad és pirkad a hajnal, hogy fénnyel vonja be a mi életünket. A te léted, a szeretet, az élet szeretetbe, a szépségbe vetett itt, és te vagy ennek a nagykövete. És amikor itt vagy velünk, akkor mi is kapunk belőled egy töredéket, és ez mindig felemelő. A kezemben egy különleges dolgot fogok, és meg kell mondjam, hogy nem azért van itt, mert nagyot hallok. Hanem azért, hogy köszöntsünk téged, és köszöntsük elúló napot. Ez a sófár. A sófár az egyik legősibb zeneeszköz, amely arra hivatott, hogy amikor Ábrahám nyújtaná a kezét az áldozati kés felé, hogy olvassuk a Szentírásban, hogy a Jóisten küldetését teljesítse és feláldozza neki Izsákot, az ő fiát, akkor megállítja az angyal az ő kezét, és egy kost áldoznak föl Izsáknak. És ennek a kostnak a szarvával készül az első sófár, amely arra hivatott, hogy az ember lelkét felrázza, és a Jóisten figyelmét, mint az imáink, a fohászaink felénk fordítsa, hogy most is szükségünk van az ő gondviselő segítségére, hogy megmentsen minket. És a te képeid ehhez kapaszkodóak. Így ezen gondolatokkal fogom megfújni a sófárt, és nyitjuk meg a te gyönyörű kiállításodat. Nagyon szépen köszönöm. Na, erős leszek, erős leszek. Valahányszor itt vagyok, mindig nagyon-nagyon teli van a lelkem szépséggel, jósággal, és kell nekem az, hogy ti itt legyetek, szeretgessetek, mert az élet tele van egy csomó kakapisával. Köszönöm, hogy itt vagytok. És azt én bátorkodtam mondani, hogy mindig, amikor a művésznő, amikor itt vagy nálunk, az sok-sok különleges pillanat egységét hordozza, és ha valakinek
és biztos vagyok, hogy minden, valamennyinek már megtetszett egy-egy kép, akkor kérlek, lépjetek oda a művésznőhöz, és biztos vagyok benne, hogy egy olyan lehetőséget fogtok találni, amivel büszkén fogjátok hazavinni az ő képeit. Köszönöm. Kedves Zsoltán, szeretettel köszöntelek. Van egy népi mondás, hogy Piros Rózsa kép ne felejts, engem Rézi el ne felejts, mert ha engem elfelejts, nem nyílik a kép, ne felejts. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tényleg hiányzik onnan egy.